Na csácsom, mi csőtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22 videó, és látjátok, október van, és van egy rossz hírem, ugye épület költségek, meg minden címén, szépen már mínusz 19 ezerbe vagyunk, úgyhogy kezdünk nagyon eladósodni, ezt valamit kellene változtatni. Megnézem az állatokat nagyon gyorsan, hát hiába nézegetem őket nagyon, mivel a malacok annyi, hogy nekik még van egy kis kajájuk. 370, nem fogok tudni nekik venni kaját, ugye? Az is egy elég nagy probléma lesz. Hello, szia, mi újság? Nem nagyon szívesen adnám el őket, meg igazából nem nagyon szívesen adnék el semmit, úgyhogy valamilyen jellegű munkát kell keresnünk, és kell végeznünk, de nézzetek, milyen szépek egyébként a fák. Imádom, amikor ő változik az időjárás. Csak nehogy elkezdjen esni az eső. Na, nézzük meg a munkákat, hogy milyen munkák vannak. Azt a valamit okozzunk, nézzük meg ár szerint. Nem rakja ár szerint? Nem. Azt hittem, hogy ár szerint. Nem az, hogy ár szerint rakja. Nem rakja ár szerint. Ó, de kár. Ja, itt van. Úristen, már megint a csávó. És megint figyelj. Na, viszont most jó traktort ad neki. Oda néz. Most nagy John Deere-t ad neki. Meg ott a Steyr Turbo is. Ez a csávó, ez jót ad neki. A 68-oson viszont... Vagy pedig... Ja, azt a John Deere-t adja. Hát mi a szar, gyerekek? Most mit várnak tőle, ha egyszer ennek... Á, nem értem. Ugye az előző részben, aki nem látta, ott az volt, hogy ezek a gépek, ezek ilyen 130 lóerősek, az ének meg 200 ki, azt nem nagyon akart működni a dolog. Hát figyeljetek, valami gyors melót kellene csinálni, nézzük meg, melyik lenne a legrövidebb. Legrövidebb és leghatékonyabb. Ez mi? Cukorrépa. Úristen, gyerekek! Cukorrépa, bálázás, na a bálázás az, amit nem fog csinálni a kipar. Szerintem, néztem egy ilyet, egy 69-es területen szójababot kellene betakarítani, és a Miltransbe kell hordani, tudjátok, oda, ahol egyszer véletlenül hordtam. 69-es terület, ó, 69-es terület, az pont itt van a Miltrans alatt, tehát szembe vele, tehát nagyon gyorsan át lehetne hordani. Gyerekek, csináljuk meg! Kell a lóvé nagyon gyorsan, nagyon kell a lóvé, mert nagyon le vagyunk gagyásodva, meg ugye egyre jobban eladósodunk hónapról hónapra, és ez nagyon nem üzlet. Na, el kellene vállalni ugye ezt a munkát. Hű, gyerekek, egy nagyon nagy kombányt fogunk kapni. Meg kapunk egy festreket, ami tök jó, úgyhogy tárgyak kölcsönzés, meg egy hatalmas nagyizőt. Jó. Oké, gyerekek, menjünk mind az állat, hát nagy pénzt nem fogunk belőle keresni, viszont kell, mert nagy baj van. Nagy baj van. Valószínű egyébként a következő részben már nem fogok bérmunkázni. Ugye már november lesz, nekiállunk, hogyha lehullatják a fák a levelet, nem tudom pontosan mikor fogják lehullatni, akkor kifágom ezeket a fákat és el fogom adni. Úgy döntöttem. Mivel valahogy kellene valami nagyobb pénzt csinálni itt, mert egyre jobban eladósítunk, az a baj. És a bérmunkákból nem fogom tudni összeszedni magam. Ugye minden nap, vagyis minden hónapban, hát minden nap ugye, mivel egy nap egy hónap, nekem úgy van behányva, ez marad is, hogy legyen változatos. Ha nem végzünk egy munkával, akkor ugye akkor nem fog maradni. És emiatt 2000-et levon minden egyes nap, körülbelül már most. Úgyhogy ez nem túl jó, gyerekek, az nem túl baráti. Na, erre fel kellene állni, viszont ezt ki kellene húzni innen, mert úgy pont nem jól áll. Vagy pedig azt kell csinálnom, hogy a GCB-be beállulunk. GCB-t meg nem vezettem. Ő is ilyen, hogy nem ez így, automata? Óra jó, vagy automata traktor. Hogy nem tudod volna egy ilyen... Egyébként te szeretem ezt a GCB-t, mármint így... Lehet, hogy sokan nem. A sebessége miatt nagyon szeretem. Más miatt nagyon nem, én se, de a sebesség az azért viszi a prémet. Oké, kicsit vissza. Szerintem olyan jó ez. Oké. És akkor ő neki sincs. Nincs kardán. Akkor ugye, igen, csak simon billent hátrafele. Oké.
Milyen jó kis üzei tettél. Na, figyeljetek, tudjátok, még azt el is vihetném oda. 69-es ugye, akkor konkrétan ahova kell szállítanom, azzal szembe. Úgyhogy ezzel gyorsan dörgölünk oda. Meg akkor utána meg a kombájnnal. Szóval ide. Nézzünk körül azért. Ja. Hát igen, 65 km per óra az 65 km per óra, úgyhogy ezzel azért lehet veretni ezzel rá. Igen, az előző részben nagyon megszivattak minket. Olyan traktorokat adtak, amik egyszerűen nem bírták el az eszközt, amivel ugye kellene volna szedniük a krumplit. 200 lóerős volt a krumpliszedőnk. Basszus. Valóan ez megfutott, apám. 200 lóvas volt a krumpliszedőnk. A traktorok meg 135 lóvasok, aztán egyik az egy helyben állva rúgott. A másik az meg mivel dupla kerék volt rajta. Yeah! Meg lett volna, hogy a Nogerli borítsa be a nyakadat. Jó, valami jövök. Ezen a részen dolgozok mostanában sokat. A GCB ez nagyon durva, hogy ilyen gyors. És ez a valóságban is ilyen extrém gyors. Nem olyan rohadt erős, de gyors ugye. Mit aratunk? Szóját aratunk. Hát azt gyorsan le tudom aratni, úgyhogy azt szerintem bőven meg lesz ebben a részben. Nagyon bonyolult munkákért ad jó pénzt ugye, de... Jó, ezt nem a szója. És meg is érkeztünk egyébként már közben. De valahol leparkolunk. Lehet, hogy leparkolok a bejárathoz. Ez a szójánk. Néz ki mostanában. Ez a 69-es, ez a 69-es, figyelj ide, le is tudok parkolni, aztán jól nézzük. Ez lesz ez, nem? Hát megint gyalogolhatok haza. Meg kell csinálnom azt a kombányos dolgot. Csak nem, hogy megeredjen az esély, mert ha nem tudom csinálni, akkor nagyon rácseszek. És megint gyalog haza. És megint a kombánynak, ugye, kocsira kell raknom a vágóasztalát, hát ez megint egy tortúra lesz. Viszont megpróbálom nagyon gyorsan levágni ezt a szóját. De érdekes, hogy a szója ilyen zöld. Zöldes színű ebbe a verzióba, a 22-be. Rohadtul nézzük, gyerekek, ezeket a izéket. Most nagyon-nagyon kell nézni. Most nagyon kell nézni, úgyhogy lehet, hogy be fogunk térni egy-egy épülethez, vagy házhoz. Csak az a baj, kb. Mindig ugyanazon az útvonalon mozgok, és így nem nagyon találok új autócskákat. Pedig tök jó lenne, mert össze kéne magunkat szedni, mert nagyon szarba vagyunk, gyerekek. Nagyon szarba. Tényleg, ha láttok kocsikat, szóljatok ezerre. Ilyetek, itt levághatnám, nem arra kell mennem, valamerre. Átfutok itt a izé. Kukoricás, nem, ez megint szója. Kukoricásba, emlékszem, amikor szoktunk menni a hegyre, ugye, hát ilyen szőlőhegyünk volt nekünk, meg van is egyébként. Aztán egy ilyen nagy kukoricáson kellett átmenni mindig. Hát, mert általában kukoricát szoktak oda. És egy ilyen izé út volt belevágva. Minek nevezik? Ilyen gyalogút. És az volt a durva, hogy ez ilyen extrém görbe volt mindig, mert volt egy öreg fickó, az mindig akkor kezdte meg azt az utat, amikor hazafele jött, és akkor nagyon be volt rúgva. Mivel akkor nagyon fáradt volt, és akkor úgy gondolta, hogy levágja, és akkor ő kezdte meg mindig ott abba a vetésbe az utat. És a többiek mindig azt követték. De soha nem ilyen egyenes volt, hanem ilyen extrém, össze-vissza, gírbe-gurba. Nem jött. Na hát az a kukoricából szoktam futkozni, meg volt egy BMX-em, még ilyen Csepel BMX, nem tudom, azt vágjátok-e, valaki tudja, hogy mi az a Csepel BMX. Hú, ez egy ilyen fent, nagyon jó. Ez olyan, igen, ezt akartam mondani, hogy ez egy fent ideál, ugye? De, úgy látszik rá, hogy basztunk. Na, föl kéne vennünk a... Hol van már? Ide van mellettünk a vágóasztal. És írtátok egyébként, hogy baj lesz, gyerekek, baj lesz, mert konkrétan baj lesz, mert ez akkor ez a gép, hogy nagyon
Nem tudok olyan sokat hátra tolatni, mert itt van mögöttem már kerítés. Úgyhogy itt ez elég szívás lesz. Mentem, igen, enni tovább én már nem tudok tolatni itt. Úgyhogy itt ilyen toladgatásos dolog lesz. Hogy ezt ide beigazítsuk. Apám, itt van 2 méter. Koppom a hátuljét. Látok. És mellettem van még ráadásul egy raklap. Ó, te fiú, hallod? Ez nem egyszerű. Ez egy izgalmas munka lesz itt. Itt egy raklap. Meg ott a kerítés, látod? Kicsit megpróbálok bemenni. Így van, hogy jó lesz. Úgy. Ja, és mondtátok, hogy a vágóasztalt azt belülről kell felvenni a kombányba, vannak ilyen csapok, és ott tudod megnyomni a felvételgombot, és utána kell kiszállni, és akkor kell ugye a TLT-t csatlakoztatni, vagyis a kardánt. Csatlakoztattam én ezt? Minden csoda dolgot rajt. Megnézzük a másik oldalt is. Na. Jó, hát majd kiderül. Van egy hangja. Oké, na nézzük, mindjárt kiderül, mert lerakni le tudom. Jó. Kinyitott kombány. Oké, nincsen semmi gond. Először úgyis még. Ja, meg először nem is kell volna csatlakoztatnom, hanem rá kell raknom a kocsira. Ez jó közel volt. Most látszik. Ezt találd a bazzal. Ez nem egyszerű. Ez nem egyszerű, srácok. Főleg ilyen izében, ilyen nézetben. Egyébként szerintem korrektül ideállt van. De kell rakni. Szerintem ez teljesen jó lett. Gyerekek, szerintem ez teljesen jó. Talán egy kicsit túl raktam, nem? Mondjuk egy kicsit túlraktam, úgyhogy ezért annyira nem. Aha, jó. Ja nem, ez a helyére ugrik, hát meglátszik, nem nagyon használtam. Oké, és kacok. Fölvesszük, megpróbáljuk legalábbis. Most már ez a nem látható dolgokra ráállásba, talán egy icipici több rutinum van már. Nézzük, mennyivel van több rutinunk. Ó, gyerekek, komolyan mondom, egyre jobb a rutin. Ugye? Előbbre egy métert. Kell lenni. Világítás nem kell felrakni. Hiába nyomom, nem akarja felrakni, akkor az ott rohad meg. Jó, gyerekek, akkor indulhatunk, menjünk ezerre. Ez nem kicsi ez a kombájn. Jó, hogy ívbe kéne fordulni, hogy a szajrai az. Ibaz, ez miért megy ilyen rohadt gyorsan? Srácok, jó, mögöttünk van. Ez nagyon durván gyorsan, megyünk. He.
Okosan azért ezt nem kéne edobatnom. Majd megáll. Tetszik egyébként, minden oké. Okay. Figyeljetek, hát ebben a részben nem tudom, hogy meg lesz-e az az aratás. Próbálunk azért minél hatékonyabbak lenni. És akkor a következő részben van mindenképp meg ez, csak valamit kellene kitalálnunk. Hát a telet mindenképp azzal töltjük, hogy hogy favágással én úgy gondolom, nézzük, mi a vágó, azt szépen húzzuk. Tükörbe azért muszáj. Soha büdös életben nem használtam tükröt a Farming Simulatorban, most nagyon rá kellett találni az embernek. Hát, anélkül nem sokra megyünk. Ezek híbazza, ezt én nem is láttam, hallod? Ezek úgy száguldanak. És érdekes, itt nem zavarnak a kriptonit táblák, ugye? De belső nézetben mész, és tök észreveszed őket, érted? Nem az van, hogy külsőben, mi megyünk, mi érted? 60-nal, mind az őrültek, nem látsz sem eddig. Ilyen pici, apró dolgok vannak, mert ugye mindig kitávolít az ember, hogy jobban átlássa. De így... azért már egy kicsit jobb. Ott van fönn a izé, fent. Nem tudom, én azt hiszem, hogy erre nem jár jármű, úgyhogy akkor várják. Melyik oldalról kell oda járna? Innen. Jó. Itt lecsatlakozunk. Mondjuk nem, pont nem a fánál kellene. Ilyenekre azért nem ártana figyelni. Nem jó, még egy kicsit előbbre. Ilyenekre is kell figyelni, bazd. De nem gurul el, ugye? Ez úgy vicces lenne, jó, ki van ékelve. Jelunk egy szép egyíveset. Ráfordulunk. Szépen sikerült megállnom. Nem zavar a fa meg semmi. Tudom, hogy fölvenné, de na, hogyan álltam rá ilyen félkeresztbe, valami értelmesen, nem? Srácok, akkor van. Tehát a kombájn az pont az irányíthatóságáról híres, a hátsó kerék kormányzás miatt, meg itt tizeljek, meg szaruláljak, na nem? Ó, de jó. Ó, de jó, gyerekek, ó, de jó. Nagyon jó. Na, figyeljetek, ezt körbe kéne szegnem, aztán akkor valami lenne, nem? Okosba. Elég érdekes lesz körbeszegni. De nagyon kacifántos, ugye ebben van benne az a... Ebben van benne az a... mi a szélkerék, vagy mi az szélerőmű. Ki kell nyitnunk ugye... ...nyalatószerkezetet. Itt van ez a pont, ez a fa, nem örülünk neki. Viszont leengedjük, jobban lássunk. Hihi, ez a nagyon nem jó helyen van az a monitor. Jó, van gyerekek, valami lesz. Ugye megindulunk, mint a tavaszi virágok, jó? És ennél meg nem kell semmit csatlakoztatni, megőrülsz, bazza. Ez egy érdekes szituáció, nem? Hogy ennél meg nem kellett semmit csatlakoztatnom. És az nem látsz pont attól a szaros monitortól. Nem vagyok tőle boldog. Pont nem látsz attól a monitortól. Úgy ki kell hajolnom ugye, így oldalra. Ez nem túl jó, úgyhogy azt kell csinálnom, majd hogy a másik oldalra fogunk menni, mert így nem látom, hogy hol az élet. Erre fogom rá, mi gyerekek? Erre fogom rá. Nem a... Jó, mert egyébként ugye a szaujabobnak annak nem valami nagy hozama van, szóval túl sokat nem kell fordulnunk. Annak úgy tudok örülni. Igen.
tudom, hogy arra van fel tarva, nem akarok sumákolni. Ezt a táblát azt nem kellene becsípelni, mert az lehet, hogy nem annyira adja a szóját. Még ezt itt el kell találni, jó. Jó van, gyerekek. Körbehozom egyszer, azt utána már jobb lesz. Meg hát érzéssel kell, érzéssel. Szépen kitenni oda. Pont elment, láttátok a bokor mellett? Ezt így most sikerült megérezni a gyűpörnek. Egyébként nem is kellene körbehúznom az egészet, hanem azt csinálom, hogy ezt a részt, ezt így okosba learatom. Kimegyünk valahova, szembe, és a másik felét azt meg még egyszer learatom, mert mi értelme lenne, hogy ilyen nagyon hülyén körbe kígyóznám az egészet. Szerintem ez egy tökéletes lesz. Nem gondolod? Ó, és ide! Rajt van a kormányom már ugye a fölemelés gomb, úgyhogy azzal tudok szépen majnálni. Jaj, de jó! Miért nem raktam rá össze? Egyébként köszönöm szépen mindenkinek, amiket szoktatok segíteni. Például az irányváltást is ugye nektek köszönhetem. Ami nagyon-nagyon jó. De jól néz ki a szójabb learatás után, oda nézzetek, viszont itt ez meg itt ilyen csúnya maradt. Viszont csinálunk egy olyat. Megindulunk arra felé. Ugye amit mondtam, hogy a másik irányba fogom, mert ott azt látom jobban a szélét, látod? Hát, és mégse sikerült. Nagyon-nagyon csalóka. Nagyon jó rakodógépes vagy, de nem látsz célba, ugye? Mire kell figyelni? Igazából be kell nézni, hogy mondjuk a motollának második kereke, az legyen a tetejénél talán úgy jó. Induljunk el? Ugye a irányváltás után tökig fel kell engedni a pedált, ez egy kicsit olyan furcsa. Mármint meg kell várni, míg megáll, akkor fel kell engedni a pedált, és utána kell lenyomni. Tehát azt nem tudod megcsinálni, hogy felengeded a pedált, és még gurulás közben nyomsz egy padlót, és akkor elkezd egyből menni. Azt nem szereti. És azért van az, amikor megállok, akkor mindig egy ilyen, van egy ilyen hatásszünet. Viszont ebben fél bőven ebben a kombányban, úgy látom. Szóval nem fog olyan hamar megtelni. Valamit megpróbálok. Ajjaj, szerintem beakadtunk a fába. Ajjaj. Gyerekek. Olyan szépen mondtam, hogy jaj, de jó, beakadt az a része a fába, ami nem valami nagyon örülünk. Itt tudom talán ki, igen, itt tudom kibányászni. Gyerekek, amit szembele. Ez a probléma, amikor hátrafelé nem látsz abszolút. Egy kicsit idébb kellett jönni. Abba a fába belakasztottam a... konkrétan azt a részét, ami szórja ugye ki a szalmát, mondjuk úgy, hogy szalmát, hát igazából ennek szalmája nincsen, úgyhogy nagy szalmát. A szárat, mondjuk úgy, hogy szárat. De nézzétek azt a elsőbségadás kötelező táblát, ezt szépen körbe sikerült nyesnem. Ez legalább mi. Csak most nem kéne neki tolatnom megint.
Viszont ugye, hogyha többet csinálnék egyszerre, tehát végigcsapnám, akkor meg ugye annyi előnyöm lenne, hogy kevesebbet kell fordulnom. Szóval ez viszont hátrány, hogy itt csinálom egy kicsi területet, mert itt meg egy csomót kell fordulgatnom, ami nem a legjobb. A maximum azt kellene csinálnom, hogy akkor egy egyíves megfordulással forduljak meg. Ne így. Nem csak ezt itt lekapom. És úgy csinálok egy, megpróbálok egy egyíveset, jó? Mekkora fordulókörünk van? Elvileg egy kombájn nem lehet nagy fordulóköre. A hátsó kerék kormányzás miatt. Előre. Nem mondom őszintén, nem vágjuk valami marha gyorsan, de hát ez van. Meg nagyon magas egyébként a motorának a kicsit olyan furcsa, nem? Mint hogy felette menne. Ugye a szójabab, igen, és megint elhagyok egy csikot, annyira nem érzem. Annyira nem érzem a szélét. Szerintem lejjebb kellene állítani, mindjárt állítok rajta, mert valahogy nem adja nekem az. Teljesen ki van tolva, és olyan, mint hogy csak a tetejét karimzsolna. Ez olyan nagyon fura el is. Látok, annyit csinálok, hogy állítom, és akkor tudok állítani rajt. És ezen nem enged állítani, ezen a vágóasztalon. Hát ez úgy érdekes. Ezen nem enged, de enged. Úgy, lejjebb engedem, hát ez nekem olyan furcsa. Nem? Így. Hát így mindjárt másabb. Olyan, mint hogyha fölötte csináltam volna, nem? Nekem legalábbis tök olyan hatást keltett. Ó, hát ez már mindjárt jobb, nem? Mármint ilyen... Így most már tényleg úgy érzed, hogy benne megy. Hát ez nagyon szar volt. Srácok, ez nagyon szar volt. Igaz, hogy nincs, nem volt semmi kihatása, gondolom, arra, hogy te most mennyit aratsz le, vagy hogyan aratod le, viszont itt sokkal kellemesebb, itt sokkal... Tényleg olyan érzés volt, mint a fölötte ment volna, és amiatt is tök szar volt tájolni. Mivel nem magában a szójába ment az eszköz. Na, csináljunk egy ilyen egyívest, próbáljuk meg, hogy egy nagy tekerés. Nem, átmegyünk oda. Ó, ezt megízünk is. Mi a szar? Mi a szar, gyerekek? És most sokkal jobban tudsz vele célozni. Á, nagyon rossz volt, hogy magasan ment. Nagyon rossz volt. Most látod, hogy ott a motollának a merevítőjénél, a kettő között, meg a széle között megy a széle. Eddig azt tök nem láttad. De figyeljetek, milyen kövesedés van. De durva. Azt is kell majd csinálni. Pedig azt hiszem, hogy kikapcsoltam. a kövesedést azt kikapcsoltam saját magamnál, de gondolom ilyenkor megjelenik, mivel ilyen bérmunka dolog van. Viszont kiemeltem, jó? Azt szerintem reálisabb, hogyha kiemelem. Gondolom megállítani forduláskor nem szokták megállítani a motollát, meg az arató szerkezetet. Viszont azért... Most látszik, ez így lemegy egybe. De jó. De jó lenne. És nem megy le egybe, bazzak. Dakar, na itt már igen. Ja, egy-két helyen elhagyom. Hülyén csináltam szerintem, végig kell volna hosszába, oda-vissza, ameddig csak bírom. Aztán úgy lehet, hogy jobb lenne volna. Figyeljetek, ezeket a apró részeket megcsináljam. Na, de más. Ugye a maradékot eladhatom, tehát mindenképpen érdemes lenne tök így levágni, nem elcseszni. Mert ugye a maradék az nekem egy plusz összeg, tehát megvan, hogy mennyit kell bevinnem, utána a maradékot meg eladhatnám. Az meg már engem gazdagít. Ugye
Nyerünk, nyerünk. Oké. Okay. Úgy. Mennyi vagyunk? 57%-a? Hát nem, nem telik gyorsan. Tehát azért ez a szójának az előnye, ugye? Hogy nem nagy hozama van. Értékes, viszont nem nagy hozama van. Jó, srác. Ezt a kicsit is lecsapjam, ennyire maximalisták legyünk. Hát akkor már nem. És akkor megindulunk itt végig. Szélébe. Aztán meglátjuk, hogy hogy jön ki. Lehet, hogy úgy kellene volna tényleg, hogy végig csapom az egészet. Aztán utána meg vissza. Ahogy csak bírom. Ez lehet, hogy hülyén csináltam. De hát jó, megtanuljuk előbb-utóbb. Hoppa, hoppa. Meg inkább rálapolással ráhagyok, mint hogy az legyen, hogy ott egy ilyen csigókat elhagyok, amit utólag kell majd összehúzingálnom, az megint nem egy nagy üzlet. Figyeljük a bal szélét erre, hogy a vágóasztal széle az inkább a fűön menjen. Így. Hát ez jó nagy az a fült. Még mindig nincsen veszve az, hogy itt ilyen hosszába oda-vissza elkezdem húzingálni. El ne értsétek félre! Ó, mennyi? 66%? Szerintem, ha leérek, akkor mehetek is üríteni. Egyébként ennyi erővel még a kombájnál is át tudtunk volna menni, mert ugye pont szemben van velünk, szóval nem egy nagy távolság. Úristen, gyerekek, ez nagyon hosszú ez a föld. Ez durva. Bár lehet, hogy itt a föld se felszűkül, mint hogyha nem tudna olyan szélesnek. Lehet, itt van meló az béve. Nem tudom, nem figyeltem, hogy írja, hogy hány százalékát adtuk le eddig, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen 40 körül. Annyira tippelnék, még annyira se. Úristen, ez mekkora, gyerekek. Sose érünk a végére. Azt a betyát! Egyébként nem egy olyan hatalmas nagy üzlet a bérmunka. Mint hogyha nincs pénzed, akkor más nem tudsz csinálni, akkor jó. De azért nem is tudom, 12 000-et fogunk kapni azért az ér. Azért a földér. Azért van vele munka bőven. Na? Mit gondolt a skrácok? Szerintem böszme sok meló van vele. Hallod? Figyelj, tudjátok, hogy nyomok egy-egy éves, és ezt visszamegyünk. Jó. Mondjuk elég széleset húzunk, nem? Jó, gyertek. Így okosba. Lemegyünk, azt ürítünk. Szerintem körülbelül meg fogunk telni. Gyerekek, nézzétek, hol van az a szélkerék? Vagyis az a szélerőmű? Milyen messze? Na hát addig le kell mennem. Ott van a GCP. Nézzétek, milyen rohadt messze van a GCP. Hallod? Ez tényleg nem kicsi. Viszont ugye legalább lesz rajt bőven olyan, amit én is eladhatok. Ugye minél nagyobb a föld, annál több plusz hozamot generálunk vele. És ez ugye minden enyém lesz. Szeretem ezeket a kombájnok irányítását váltogatni, nem kell. Ez a hidromotoros meghajtás, ez tök kellemes tud lenni. A izé volt hidra... hidromotoros? Vagyis annak a meghajtása volt, volt egy ilyen bányagép, amit lehet, hogy meséltem már a munkahelyemen. Ott volt ilyen hidrosztatikus hajtásnak nevezik talán. Hogy konkrétan, ahogy adtad neki a gázt, az úgy gyorsult, de nem automataváltós volt, tehát nem váltogatott közben, viszont ilyen tök gyorsan is tudott menni. Gondolom nem egy, hogy mondjam, nem egy fokozat nélküli automata volt, hanem szerintem, ha jól emlékszem, mondták, hogy az is egy ilyen hidrohajtás volt. Előre meg hátra fokozat volt benne, azt Isten áldjon, ennyit tudtál váltani vele.
és az is csak egy ilyen kicsi kis kar volt a kormányon, tehát nem egy ilyen nagy mechanikus szerkezetet irányítottál vele, vagy váltottál, vagy pedig működtettél, hanem konkrétan, mintha tényleg egy ilyen csapot, vagy valami ilyesmit kapcsoltál volna, vagy egy ilyen egyszerűbb dolgot. Na srácok, akkor nincs más hátra, mint előre. Mondtam, valami jó helyen vagyunk, ő a csőrünk nehogy beleakadja. Én egy kicsit előbbre jövök akkor azzal. Jó van, gyerekek, egyébként működik a dolog, de hát ez nem kicsi a terület. Az ekkora területeket egyébként lehet, hogy nem fogok még egyszer elvállalni. Mert azért böszme sok munka van bele. Nem mondod. Ezt ugye nem gondolja komolyan a játék. Ezt ugye nem gondolja komolyan a játék, hogy... Ezt ugye nem gondolja komolyan a játék, hogy ez a cső, ez nem fog aláférni, hogy a pót nem fog aláférni a csőre. Hallod, ezt nem hiszed el, ember? Ezt nem hiszed el, hallod? Ez egy nagyon durva. Ez nem fér alá. Hoppa, a traktor, sőt, még a traktort is tettük. Most egy olyan megpróbálok, hogy beállok ide jó magasra. Így valahogy. Aha, úgyhogy megbillentjük arra, és akkor talán ugye aláfér. Várjam. Ez nem mondott, hogy egy olyan kombájn. Gyerekek, ez nem mondott, hogy egy olyan kombájn. Ez egy olyan kombájn. Ez egy olyan, amit direkt olyan terepre terveztek, ami ilyen hegyvidéki. Nézzétek meg, hogy a kombájn megdől, vagyis a kombájn mindig tökéletesen viszintben van, a futómű úgy igazodik a talajhoz, és ez amiatt van, hogy ugye a vágóasztal is viszintben legyen, és ez nem is csak a vágóasztal miatt azért fontos, mert az igazából az a jó, hogyha letapogatja föled, nem. Az a jó, hogy a kombájn, hogyha teljesen viszintben van, akkor ugye a rosták, a cséplőrendszerben nem úgy működik, hogyha ugye meg lenne dőlve arra, akkor elhullanának egyik oldalra ugye a szemek. És emiatt nem lenne hatékony a cséplés. Á, gyerekek, ez egy olyan kombáj! Ezt nem is tudtam. Ugye vannak ezek a, hát, leginkább ugye ilyen dombos részekre készülnek ezek. Hát itt majd nagyon ki kéne skubizni, nagyon okosba így. Figyelj, itt nagyon-nagyon kell figyelni. Jó. Na jó, hát akkor ezt így meg tudjuk okosba csinálni. Hát, ja, jó. Farú szimulátor logika. Logic. Ugye bemegyek vissza. Aztán ugye odébb állok, és kíváncsi vagyok, hogy ezt valóban. És akkor figyeljük, igazából onnan veszed észre, hogy a bármi történik, akkor is ugye függőlegesen, vagyis viszintesen van a kabin. Meg ugye a vágóasztalon. Akármi is történik. Tudod, most arra dől. Most, hogyha átfordítanám. Így. Amúgy. Akkor ez bekövette. Látod? Látod, mekkora királyság? Hogy így? Így is viszintes. Látod? Tökéletesen viszintes. És ez azért, hogy a cséplő mechanika az tökéletesen működjön, hogy ne legyen az, hogy egyik oldal átfolyik a szem, és akkor az oldal ugye túl van terhelve, nem normális a cséplés, hanem az egész teljes szélességbe ez működjön. Nézd oda! Most egy nagyon durván meg vagyunk dőlve. Figyeld. Igen. Látod? Itt ki vannak ugye a nyúlva felfüggesztések. Látod? Itt meg ugye teljesen összenyomódik. És ez teljesen viszintes. Bármennyire is nem annak tűnik. Mármint a földhöz viszonyítva, de ez viszintes. Nézd meg a monitor két szélén, pontosan ott van. Most hozzáigazítom ott a felső csík, ami van a hát.
Tökéletes vízszintes. Nagyon durva. Ez nagyon durva technológia. Imádom. Ez nagyon jó. Nem is tudtam, hogy ez egy olyan kombány. Most esett le. Ó, ez nagyon király. Na jó van, gyerekek. Szerintem egyébként lehet, hogy elbúcsúzom. Annyit írjatok meg, mert úgyis most Farming Simulator 19 fog jönni, hogy gameplayen kívül csináljam meg ezt az aratást, hogy gameplaybe mehet, aztán akkor esetleg akkor hozok valamilyen témát. A csöver viszont becsukom, mert mindig elfelejtem. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!